visszahelyezés, fogvatartottak szereztek képesítést a Baranya megyei büntetés végrehajtási intézetben. Csökkent az adókulcs, fórum az iparkamarában a változásokról. Tudáspark, együtt működnek, hogy az egyetemi kutatásból pécsi termék legyen. Bicsérd is új térkövezést kapott, megújult a közterük a Lafargeo voltából. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Fogvatartottak szereztek karbantartói képesítést a börtönben, a Baranya megyei büntetés végrehajtási intézetben két projekt is a reintegrációt, vagyis a falakon túli életbe való visszahelyezés szolgálja. A fogvatartottak egy része hétfőn kapott oklevelet. Fogvatartottak végzik a kőműves munkát. Az épület falát és talaját újították fel. Erre a képzésre a Baranya megyei büntetés végrehajtási intézetben kaptak lehetőséget. A fényképeket az intézet munkatársai készítették. A projektet hivatalosan hétfőn zárta le a büntetés végrehajtási intézet parancsnoksága. A szervezet ingatlan fenntartó és karbantartó képesítést szerzett fogvatartottaknak Dékány Zsolt parancsnok adta át az okleveleket. Intézetünkben összesen közel 500 fogvatartott bevonására került sor a projekt egészét tekintve. Közülük 7 tréningcsoportban 140 fogvatartottnak volt lehetősége a tréningeken részt venni, a szakmaképzés pedig 4 alkalommal 68 fő tanúsítványának a kiadásával zárult. A program több szakaszon keresztül átfogóan kezeli a fogvatartottak visszahelyezését. Bemutatjuk az álláskeresési technikákat, az önéletrajzírását, a felvételi elbeszélgetéseken alkalmazható módszereket. Tartalmaz a program olyan elemet is, amit mi segítségnyújtásnak hívunk. Ennek az a lényege, hogy megpróbálunk közreműködni a megszakadt családi kapcsolatok helyreállításában, illetve a meglévő családi kapcsolatoknak az erősítésében. Szintén fontos eleme ennek a folyamatnak az esetleges lakhatási problémáknak a megoldása, illetve amennyiben szükséges, hiányzó vagy elveszett iratoknak a pótlása. A program sikerességét igazolja, hogy a képesítést szerzett fogvatartottak egy része a szabadulást követően már munkába állhatott. Felfüggesztett börtönt kaptak azok a péküzemi dolgozók, akik bestiális módon bántak el társukkal. Mint arról híradónk is beszámolt, 3 férfi, közül 2 lefogta munkatársát, egy másik pedig magas nyomású levegős pisztollyal fújt a szervezetébe. A bántalmazás fő kolomposát 2, egyik társát 1,5 évre, míg a másikat 1 év 2 hónapra ítélte hétfőn a pécsi törvényszék. Valamennyiük büntetésének végrehajtását felfüggesztették. Az igazságügyi orvosszakértő véleménye szerint ugyan a sérülés 8 napon belül gyógyuló volt, de tekintettel az anatómiai elhelyezkedésére, jellegére, az azt létrehozó elkövetési eszközre és jellemzőire a keletkezetnél jóval súlyosabb, akár életveszélyes sérülés is bekövetkezhetett volna. Az országgyűlés kedden lehetővé teheti, hogy az illegális bevándorlással összefüggő büntető ügyeket a Szegedi Járásbíróság mellett Pécsett és Zalaegerszegen is tárgyalhassák. Kedden a kormánypártok kezdeményezésére tartanak rendkívüli ülést. A parlament ezen arról szavazhat, hogy 2 új bíróság is foglalkozhasson a határsértési ügyekkel. Az indítványt benyújtó fideszes Tuzson Bence a Szegedi Bíróság leterheltségének csökkentését reméli a módosítástól. A hét második napján emellett általános vitát tarthatnak a miniszterelnöki kabinetiroda létrehozásáról szóló törvényjavaslatokról is. Csökken az SZIA adókulcsa, ennek hatásáról és az idei adóváltozásokról tartottak fórumot a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. A személyi jövedelemadó mellett a szakképzési hozzájárulás és az ÁFA változásairól is tartottak előadásokat. Az érdeklődőket az adóhatóság munkatársai tájékoztatták hétfőn az iparkamarában. Adófórumot tartottak hétfőn a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Az adótörvények évközbeni változásáról volt szó. A személyi jövedelemadó kulcsa 15% lett. Ami változott még a személyi jövedelemadó törvény tekintetében, az a családi gyermekkedvezmény. Ebben az esetben 10.000 forintról 4 év alatt 20.000 forintra nő azaz a havi összeg, ami a szülőknek a zsebében marad a jövedelemadóból, attól függően 1,
kettő, három vagy annál több gyermeket nevelnek. Havi 2500 forinttal nő az az összeg, ami a szülők zsebében marad. Ez a növekedés 2019-ig tart. Szó volt a tájékoztatón a kafetériáról is. A természetbeni juttatásoknál, béren kívüli juttatások esetében, vagy hogy köznapibban szóljak, a kafetéria rendszerben azonban nem változott semmi, ott 1,19-es szorzó maradt, csak a személyjövedelem adókulcsa csökkent 16-ról 15-re. Az adófórumon a szakképzési hozzájárulás és az ÁFA változásairól is tartottak előadásokat, valamint érintették a TB törvényi szabályozását is. 2015. szeptember 1-től csak azok az oktatók vehetnek részt gyakorlati képzésben, akik mestervizsgával rendelkeznek. A Pécsi Kamara 255 mesterember képzését tűzte ki céljául 23 szakmában. Áprilisban 53 pincér és szakács vehette át ünnepélyes keretek között a mesterlevelét, azóta 120 mesterjelöltet eredményes részmestervizsgát. A képzésekre országos elismertséggel bíró oktatókat, mérnököket kért fel a kamara, valamint a képzés alatt a legmodernebb technológiákat felsorakoztató üzemekbe szervezett szakmai látogatásokat. Szombaton délelőtt összesen 45 ipari gépész, gépi forgácsoló és hegesztő vehette át mesteroklevelét. Igaz, hogy törvény jött, ami a kamara javaslatára történt, hogy szeptembertől már csak mesterek oktathatnak, de ez azt jelenti, hogy ennek meg kell teremteni a feltételeit is, mert azért sokan nem képezték önmagukat tovább, megmaradtak azon a szinten, vagy nincs megfelelő anyagi hátterük, hogy ezt a nem olcsó tanfolyamot elvégezzék, és letegyék ezt az oklevelet, ezt a rangot. Ezért van az, hogy egy kampány jelleggel lett megszervezve, de ez már másfél-két éve tart, csak most jött mindig az időszak, és akkor fölpörögtek az események, illetve hát az országos kamara a különböző rendeletekkel szabályozta, hogy egyáltalán végrehajtást, hogy lehet, kik lehetnek, mit lehetnek, milyen szakmákba. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon tökéletes, mert lesz folytatás, meglátjuk, hogy a többi mennyiben milyen jelentkező van, milyen szakmákban van igény. És abban a pillanatban ezt lehet majd folytatni. Elfogták a rendőrök azt a pécsi férfit, akivel szemben a bíróság országos elfogató parancsot adott ki. A pécsi rendőrkapitányság járőrei szeptember 27-én 21 óra körül időben Pécs belvárosában igazoltatták a 45 éves Ó Csaba pécsi férfit, akiről megállapították, hogy vele szemben a Salgótarjáni járásbíróság lopásvétség elkövetése miatt országos elfogató parancsot adott ki. A járőrök a körözött férfit elfogták, majd előállítását követően őrizetbe vették. A régió innovációs szereplőinek együttműködésén alapuló Tudáspark projektet indította a Pécsi Tudományegyetem, a Pécsi Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Pécsi Városfejlesztési ZRT. A projekt létrejöttét az indokolja, hogy bár az egyetemi tudásbázis jelentős kutatásfejlesztési és innovációs potenciállal rendelkezik, és a gazdasági szereplők számos szolgáltatásra tartanának igényt, a felsőoktatási vállalati együttműködések száma jelenleg alul múlja a kívánt léptéket. Hát a pályázat teljes összege az 640 millió forint, amelyet 100%-ban központi forrásokból kap mind a három partner, tehát nekünk saját forrást nem kellett hozzátennünk. És hát sajátos, hogy kétségtelen áprilisban megkezdtük a projektnek a megvalósítását, ezt mind a hárman, már mint a három szervezet szabad elhatározásából, szabad akaratából önként tette, és hát a projektnek a finanszírozása pedig a nyár folyamán indult meg. Tehát addig a forrásokat megelőlegeztük, abban a bizakodásban, hogy meg fogjuk kapni, és óriási ütemben kell dolgoznunk, ugyanis november 15-tel minden zárul, november 16-án már semmilyen tevékenység ebben a projektben nem számolható el. Új térköves felületekkel gazdagodott Bicsérd, ugyanis a Lafarge Cement Magyarország Kft. És a Leyer Hungária Kft. Által alapított Megújulnak köztereink elnevezésű pályázat keretében a települést is nyert támogatást közterének felújítására. A 3000 fős lélekszám alatti települések számára indított nagyszabású országos pályázat célja a kis települések köztereinek térkővel történő burkolása volt, melyhez a két cég ingyenesen biztosította az építőanyagot.
2013-ban hívta életre a Megújulnak köztereink pályázatot a Lafarge Királyegyházi Cementgyár. A céljuk akkor is és most is az volt, hogy bebizonyítsák, hogy a térkő egy sokkal esztétikusabb és jobb burkoló elem, mint például a hagyományos aszfalt. Olyan 3000 fő alatti településeket céloztunk meg, akik szeretnék a főtereiket megújítani, amihez mi összesen körülbelül 2000 négyzetméternyi térkövet, nagyjából olyan 7 millió forint értékben biztosítottunk a lejjerrel közösen anyagokat. Három település nyert, ebből az egyik Bicsért. Itt pedig a térkő ünnepélyes felavatását a Szent Mihály napi ünnepséggel kötötték egybe. Így igaz lett az a szlogán, hogy köztereink megújulnak, hiszen több mint 700 négyzetméteren burkoltunk, három helyen, az iskolával szembeni parkban, az önkormányzat udvarán, a lévő kemencés részen és az új piactérnél, illetve a templom előtti területen. Úgyhogy településünk lakóinak is, és nekünk is ez a segítség, ez a pályázat nagy örömünkre szolgált. A Megújulnak köztereink pályázatra közel 100 felújítási igény érkezett be, melyek közül a független szakmai zsűri három kistelepülés, Bicsérd, Sopronkövesd és Zalaszentgyörgy pályázatát bírált el pozitívan. Korlátozásokat vezetett be Baranya 16 településén a megyei kormányhivatal Pécsi Élelmiszerlánc Biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a kék nyelv betegség továbbterjedése miatt, közölte Pécsi edzője hétfőn. Így Áta, Berkesd, Bírján, Egerág, Ellend, Hosszúhetény, Kisherend, Kozármisleny, Lotárd, Magyarsarlós, Nagykozár, Pécs, Pécsudvard, Pereked, Szemely és Szilágy közigazgatási területeit korlátozás alá tartozó területnek minősítette. A korlátozás alá tartozó területekről tilos kérődzőt kivinni, az állatokat kizárólag Vágóhídra szabad szállítani, és oda is csak meghatározott feltételekkel. 300 millió forint jut a közművelődési intézményeknek, erről a magyarpolgármester.hu írt. A keretösszegre összesen 1050 pályázat érkezett, közülük 620-at támogatott az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A pályázat célja közművelődési intézmény vagy közösségi szintér karbantartása vagy felújítása, műszaki technikai eszközállományának berendezési tárgyainak gyarapítása. A visszanemtérítendő költségvetési támogatást a települési önkormányzatok vállalt önrésze arányában ítélték meg. A támogatás minimális összege 100 000 forint. Első helyezést ért el a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság által üzemeltetett Szaporcai Ősdráva látogatóközpont. A Földművelésügyi Minisztérium pályázatára az ország különböző tájairól 14 darab pályamunka érkezett. Az értékelések során a bírálóbizottság vizsgálta, hogy a létesítmények mennyire felelnek meg az ökoturizmus alapelveinek, de pontozták a természeti és kulturális erőforrások fenntartható használatát és a terület értékeinek élményszerű megismerését is. A látogatóközpont egyedi olyan szempontból, hogy a természeti értékeket mutatja be, a Dráva ment a Nemzeti Park élővilágát, valamint azt, hogy az ember az elmúlt évszázadokban hogyan élt együtt, hogyan hasznosította a természet erőforrásait. Egy komplex bemutatóhely, állattartó majorral, régi magyar házi állatokkal, tanösvényekkel, kiállítótérrel, és hát bízunk benne, hogy jó eredménnyel fogjuk zárni majd ezt a pályázatot. Titkon reméltük is, hogy az első díjat sikerül összeszednünk, begyűjtenünk, de hát azért igen éles verseny volt. Kétfordulós pályázat volt, az első az egy pályázati anyagból állt, majd utána aki túljutott ezen a pályázati anyagos részen, azokat a látogatóközpontokat ilyen próbavásárlók meg is tekintették, és kipróbálták a szolgáltatásokat, hogy minden úgy van-e a valóságban, ahogy leírtuk a pályázatban, és így sikerült a látogatóközpont kategóriában az első helyet megszerezni. A PMFC elszenvedte első bajnoki vereségét, miután fordulatos mérkőzésen 3-2-re kikapott a Mohácsi TE vendégeként. A Márton Gábor vezette PMFC labdarúgó csapata egy döntetlennel és 4 győzelemmel, a háta mögött a tabella második helyén álló Mohácsi TE otthonába látogatott a Baranya megyei első osztály 7. fordulójának szombati játéknapján. Az újvárosi stadionban rendezett mérkőzés iránt felfokozott volt a hangulat mindkét fél részéről. A meccsekaljai szurkolók a Dunaparti városba is nagy számban kísérték el a piros-feketéket. A hazaiak szerezték meg a vezetést, majd egyenlített a pécsi csapat, ezután átvették a vezetést is, de a mohácsiak kiegyenlítettek, majd a győzelmet jelentő harmadik gólt is megszerezték. Tolnai Somogy megye híreivel folytatjuk.
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. És az önkormányzat lakossági fórumot tartott a távhőszolgáltatásról és az Alfanova által véleményük szerint jogtalanul kibocsátott számlákról. Az eseményen Ács Rezső polgármesternek tehették fel kérdéseiket a városlakók. Az Alfanovával volt a házunknak olyan szerződése, hogyha a futőtestek kiukadtak, akkor azt ingyenesen kicserélték, mert hát fizettünk egy bizonyos összeget, legalábbis úgy tudtuk a közös költségben. Egymás után szólalnak fel az emberek a távhőszolgáltatással kapcsolatos lakossági fórumon. A legtöbben a számlákkal kapcsolatos információkra voltak kíváncsiak. Az Alfanova ugyanis augusztusban, sőt még szeptemberben is egész havi számlát küldött ki az ügyfeleknek, ami jogtalan volt, hiszen a szolgáltatást akkor már a Vagyonkezelő Kft. Biztosította. Bementem a bankhoz, és ott azt mondták, hogy a csoportos átutalás még jelen pillanatban nem él, mert önök, illetve a Vagyonkezelő Kft. Részéről valamilyen eljárást nem folytattak le a bankoknál. Rácz Károly szekszárdi lakos is érintett az ügyben, mint mondta, bízik abban, hogy minél előbb megoldódik a helyzet, mivel nem szeretne egyik cégnek sem tartozni. Számomra úgy tűnik, hogy az a két cég a lakosságon keresztül folytat egy jogi vitát. Tisztázni kellett volna szerintem először a helyzetet, és utána a kész tényekkel előállni. Persze megértem az átmeneti helyzetet, de nem szeretnék se egyik cégnek se tartozni. Jogos pénzt, mindent kifizetek, mert megpróbálok jogkövetőként viselkedni. Innentől kezdve már nincs jogalapja az Alfanova Kft.-nek, hogy számlát bocsásson ki. Ehhez képest a szeptemberi számlát is kibocsátotta. Ács Rezső, a város polgármestere a lakossági fórumon előbb vázolta a kialakult helyzetet, majd tanácsokkal látta le megjelenteket. Akinek fizetési kötelezettsége keletkezett az elszámolásból adódóan, én azt kérném mindenkinek, vagy mindenkitől, hogy ezt az összeget, miután ez még magának az Alfanova Kft.-nek jár, ezt fizessék be azért, hogy ne kelljen utána bíróságra járni, és ez egy nagyon kellemetlen folyamat lesz, és a végén úgyis meg fogják ítélni nekik, mert ez az összeg még őket illeti. Hag Éva alpolgármester hozzátette, ha valaki vitatja az elszámolást, akkor a számlát küldje vissza az Alfanovának. Aki viszont már befizette az egész havi augusztusi számlát, a befizetésről szóló igazolást, valamint a cég által kipostázott 2014-2015 évi fűtési szezon elszámoló számláját, személyesen juttassa el a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-nek. Az új rendszerben nem kell a megyéknek versengniük a pályázatokért, hangzott el csütörtökön a Szekszárdon megrendezett területfejlesztési konferencián. A következő hetekben 650 milliárd forint forrás nyit meg a kormányzat, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium regionális programokért felelős helyettes államtitkár az eseményen. A 33 milliárd forintnál több uniós támogatás biztosan meg fog érkezni Tolna megyébe, hangzott el a Tolna megyei önkormányzat területfejlesztési konferenciáján. Olá Gábor helyettes államtitkár kiemelte, várhatóan pénteken véglegesítik a terület és település fejlesztési operatív program régiókra vonatkozó éves fejlesztési kereteit, ami azt tartalmazza, hogy melyik pályázatot mikor hirdetik meg. A következő hetekben nyitjuk meg országos szinten a területfejlesztésre szánt forrásokat. A magyar kormány ezzel 650 milliárd forintnyi területfejlesztési forrás nyit meg a következő hónapokban, amely a következő két év során 1200 milliárd forintot fog kitenni. Ez egyedülálló lehetőség a következő két év során Magyarország számára. Tolna megyében a gazdaságfejlesztésre és munkahelyteremtésre fókuszáló projekteket fogják támogatni, mondta el Fehérvári Tamás megyei elnök. Hozzátette, három fő pályázati rendszerben gondolkodnak. Az egyik a mezőgazdasági projektek, szeretnénk egy olyan megyei összefogó pályázatot indítani, ami a termeltetés, piacra jutás, tartósítással kapcsolatos. A másik ilyen terület ugye Sióval kapcsolatos pályázati rendszer, ahol számos település kapcsolódna ehhez, egyrészt a turisztika irányából, másrészt a mezőgazdaság, belvízvédelem, árvízvédelemmel kapcsolatban. Harmadik elemként a hátrányos helyzetben lévőknek szóló programokat építenének fel, tette hozzá az elnök. Az első pályázati felhívásokat várhatóan október végén hirdetik ki. Ellenzéki háború tört ki a szekszárdi közgyűlésben. A Jobbik képviselője szerint egy helyi vállalkozó úgy bérelt 15 éve teniszpályát az önkormányzattól, hogy egy fillért sem fizet érte. Ráadásul a bérleti díj elmaradás mellett több 10 millió forintos közüzemi tartozást is felhalmozott.
Az ügyben érintett másik férfi, szintén képviselő Szekszárdon, ő azt mondja, a Jobbik állítása egyszerűen nem igaz, és az ügy rendezése már régóta folyamatban van. A végén megint mindegyiknek kéne, hogy legyen mindenféle szerződésen különböző, úgy kezdjük, hogy iktatószám. Az önkormányzati tulajdonú teniszpálya alakihibás bérleti szerződéseit mutatja a Jobbik országgyűlési képviselője. Szerinte a formai hiányosságok mellett más gond is van a papírokkal. Hegedűs Loránné Kovács Enikő azt mondja, a bennük szereplő bérleti díjakat 15 éve senki nem rendezte. Ez azt jelenti, hogy vannak Magyarországon egyenlők és egyenlőbbek, vannak olyanok, akik kapcsolataik révén bármit megtehetnek, bármi alól felmentést kapnak, de rossz hírünk van a számukra, mert megvan Szekszárd lagzilajcsia. Tehát nem lehet végtelenségig csinálni azt, hogy nem fizetnek be közpénzeket. Az ügyet felderítő helyi Jobbikos képviselő szerint a teniszpályát bérlő cégek a szintén városi képviselő Kerekes Lászlóhoz köthetőek. Mostanra 15 millió forinttal tartoznak a szekszárdi önkormányzatnak, és legalább ugyanennyivel a különböző közműszolgáltatóknak. Szabó Balázs azt mondja, vizsgálóbizottságot kell felállítani, ami a város minden egyes bérleti szerződését átnézi. A jelenlegi városvezetésnek megvan az esélye arra, hogy megmutassa, hogy igenis kivizsgálják az ügyet, és teret adnak az igazságnak. Gyakorlatilag ez mindennél fontosabb szerintem jelen pillanatban, mert a jelenlegi városvezetést is magával ránthatja ez az óriási korrupciós botrány. Az eset miatt kerestük a teniszpályát bérlő Kerekes Lászlót is, de ő az ügyvédjéhez irányított minket. A jogi képviselő telefonon azt mondta, a Jobbik vágyai megalapozatlanok, a képviselőik pedig rosszul informáltak. Az ügyfele ugyanis az elmúlt években olyan fejlesztéseket hajtott végre a pályán, amiknek az értéke jóval meghaladta a bérleti díjat. Az ügyvéd arról is beszélt, hogy már dolgoznak azon, miként vehetnék meg a várostól a teniszpályát. Nem csak fújták, ütötték is a buborékot és óriás kirakót is építettek a vendégek a Kaposvári Egyetemen. A kutatók éjszakáján a természettudományok mellett az élő és állatvilág különlegességeivel, valamint a matematikával is ismerkedhettek, játékosan kicsik és nagyok is. Az egyetemi rendezvény célja, hogy a színes és érdekes programok révén közelebb hozzák a tudományágakat az érdeklődőkhöz. Ők sünök. Ezek is védett állatok. Igen, védett állatok. A sünökkel és a siklókkal is ismerkedhettek a kicsik a Kaposvári Egyetemen. A mesék állatairól sokszor tévhitek terjednek a valóságban. Például sokan hiszik azt, hogy a sün almát eszik, vagy azt, hogy a sikló veszélyes az emberre. Mi ezek vízben élnek, vagy szárazon? Nem, ők szárazon, de ő nem vizes. Megfogták és meg is simogatták a gyerekek az állatokat a kutatók éjszakáján. Így közelről is megtapasztalták, hogy nem is olyan veszélyesek, mint a rajzfilmekben. A mesékben szereplő állatokról nagyon sok olyan sztereotíp dolog van, ami nem felel meg a valóságnak. Tehát itt, ahogy rá is kérdeztem a gyerekeknél, hogy a sün például almát eszik, na most a természetben tudjuk, hogy rovarevő jószágról van szó. A Somogyi Campus idén már harmadik alkalommal csatlakozott a kutatók éjszakájához. Az állat és a növényvilág érdekességei mellett a matematikát is más oldalról mutatták be a szakemberek az érdeklődőknek, így ezúttal nem a bonyolult egyenleteket fejthették meg kicsik és nagyok, hanem óriás kirakót építettek. Szeretnénk velük szeretetni a matematikát, nem csak képletekből áll, hanem a térszemlélet fejlesztésére például az a zoom-tool modellező készlet, ami itt mögöttem látható, amiből a gyerekek most majd egy ilyen hatalmas nagy kockát fognak építeni. Egy új fizikai kísérlet szemtanúi is lehettek az érdeklődők a kutatók éjszakáján. A buborék ütögetést is kipróbálhatták a kíváncsiskodók az egyetemen. A tudósok azt mutatták be, hogy egyszerű eszközökkel, egyszerű módszerekkel is lehet játékosan tanulni. Fizikai kísérleteket fogok megmutatni a résztvevőknek a folyadékok, folyadékhártyák és a buborékok világából. Többféle buborék tulajdonságait fogjuk megnézni. Mi magunk is állítunk elő ilyen szappanbuborékokat. Kaposvári Egyetem minden négy kara, a Diagnosztikai Központ és a Lovas Akadémia is bemutatkozik az érdeklődők előtt. Működés közben meg lehet nézni a PET-CT-t, múmiát fognak vizsgálni, hogy egyáltalán a CT-vel hogyan lehet különböző dolgokra fényderíteni, amik múltban történtek. Tehát nagyon-nagyon érdekes programokkal várjuk. Minden érdeklődő. Késő este zenés műsorokkal, lovas bemutatóval is várják az érdeklődőket, akik a szovjet titkos szolgálatok működéséről és a gyermekirodalom tabu témáiról is többet tudhatnak meg.
Ezek voltak a régió hírei, a holnapi időjárás részleti előtt kiemelt témáink következnek röviden. Visszahelyezés. Fogvatartottak szereztek képesítést a Baranya megyei büntetésvégrehajtási intézetben. Csökkent az adókulcs, fórum az iparkamarában a változásokról. Tudáspark. Együtt működnek, hogy az egyetemi kutatásból pécsi termék legyen. Bicsérd is új térkövezést kapott, megújult a közterük a Lafargeo voltából. Kedden az ország északi felén változóan felhős napos időre van kilátás, délebre viszont erősen felhős, borult lesz az ég, és főként délen számíthatunk további esőre. Szeles marad az idő, hajnalban 5-12, délután 12-19 fokra készülhetünk, északon lesz melegebb. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, viszontlátásra!